A Hámkohám muzsikusai is színpadra léptek Nagyecseden a megnyitó ünnepségen. A terrorházával együttműködésben a 30 éve szabadon emlékév keretében indult el a kiállítás, hogy bemutassa azokat a roma hősöket, akik a magyar történelem részévé váltak, valamint azokat a közéleti szereplőket, akik a magyar közösségeket erősíthetik. Mondta el Sztojka Attila, országgyűlési képviselő Nagyecseden, amely az országban immár 21. helyszínként adott otthont az Együtt Szabadon Magyar Cigány Hősök című vándorkiállításnak. A kiállításnak a fő célja éppen az, hogy nem pusztán csak a romáknak, hanem az össz magyar nemzetnek mutassa be azokat az értékeket, amelyekkel rendelkezik ez az ország. Másodlagos, hogy most roma vagy nem roma. Ugyan maga a kiállítás a roma hősökről beszél, de éppen azt a szegmensét mutatja be, amely a közösség életét, egy nemzetnek egy fontos szegmensét jelenthetik minnyájunk számára. Mi nem azokat a különbségeket keressük, hanem mindinkább a közös érdekeket, amelyek a nemzet egységét mutathatják. Mi magyar cigányok közös történelmünk folyamán mindig a magyarok szövetségesei voltunk. Joka Daróczi János, dokumentumfilmes is elmondta gondolatait a kiállítás megnyitóján. A tárlaton olyan roma származású emberek arcképével és rövid életrajzi leírásaival ismerkedhettek meg a látogatók, akik a tehetségükkel, életerejükkel, művészetükkel, munkájukkal és ha kellett az életükkel szolgálták a közös hazát. A rendszerváltoztatás 30 éves évfordulója alkalmából szervezett kiállítás nem csak tiszteleg a magyar cigányság hősei előtt, de egyben példával is szolgál a jövő generációi számára, mondta el Sztojka Attila. Alapvetően nyilván egy motivációt jelent, hogy az a munka és az a közösségért tevőleges részvétel, az adhatja meg valóban a sikert. És az is igaz, amikor azt mondjuk, hogy a hősök azok a hétköznapokban születnek. Valószínűleg ezek az emberek sem azért kezdtek a munkájukba, vagy egyáltalán tenni a közösségért, mert hősök ki akartak válni, hanem azért, mert szükségét látták, és az egyéni érdekek fölé helyezték a közösségi érdeket. És az a pont, amikor ez a kiállítás megnyílik, a szó szerint pontként, egy találkozási pontként is szolgálhat. És az az emberiség számára is rendkívülen fontos, hogy legyenek találkozási pontok, mert az előítéletek elleni küzdelemnek a legfontosabb eleme az, hogy találkozzunk egymással, ismerjük meg egymást, beszélgessünk. Mik azok, amelyek közösen összekötnek minket, hiszen hogyha két ember találkozik, az első, még ha ismeretlenül is találkoznak, hogy keresik a közös pontot, a kiállítás is erről szól. A kiállítást május 19-éig tekintheti meg a közönség a II. Rákóczi Ferenc Városi Művelődési Ház és Könyvtár udvarán, Nagyecseden.